A Hargita hegy lábainál, az Ivói Erzsébet táborban különleges az idei nyár. Most először elsősorban hátrányos helyzetű magyarországi gyerekek vakációzhatnak itt szeptemberig. Most éppen a tábor kertjében legelésző paripákat kényeztetik néhányan. Nagyon szép ez a hely, meg tetszenek a hegyek. És olyan cuki ez a ló. És nagyon jó ez itt, ez a tábor. Mitől jó? Mert sok program van benne. Nagy reményekkel jöttünk, úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lesz itt Ivón nekünk, Erdélyben, mert egy gyönyörű helyre érkeztünk, és ezt vártuk, és ezt is kaptuk. Nagyon jó az ellátás, gyönyörű szép környezetben vannak a gyerekek, tehát a szállásunk, az étkezés, a programok mind-mind kiválóak. Az apróságokat Novák Katalin államtitkár asszony is meglátogatta. És a kezetekből is evett? Igen. Komolyan? Aki megpróbálta, annak evett. Tényleg? Nagy volt az étvágy, és szíves volt a vendéglátás a kürtös kalács készítő sátorban is. Aki addig nem tudta, hogyan készül ez a sajátosan székely sütemény, most megtanulhatta. Szeretem a kürtös kalácsot, a kedvencem a kókuszos, és ahogy elmondta a bácsi is a művészetét, hogy hogy kell csinálni, nem arra kell törekedni, hogy minél többet csináljanak, hanem a minőségre, hogy minél jobb legyen. Ez nagyon vonzó helyszín. A finom falatok után csak úgy áradtak az élmények a gyerekekből. Elmondták, hogy milyen izgalmas volt hálókocsiban utazni, de majd hálókocsiban mennek vissza is Magyarországra. Az, hogy milyen volt a Hargitán kirándulni, ahol bőrigáztak egy óriási esőben, de tanulnak itt a gyógynövényekről, de megtapasztalják azt, hogy milyen a kürtös kalács készítés, az itteni motívumokat, a kultúrát megismerik egy kicsit, az itteni szókészletet. Tehát olyan szavakkal találkoznak, amiket esetleg nem ismertek, de látszik, hogy hihetetlenül érdekli, foglalkoztatja őket. És úgy látom, hogy a gyerekekben ebben az életkorban óriási a nyitottság. Ezt a nyitottságot kell kihasználnunk. És én azt hiszem, hogy ez volt a, mondjuk azt az én generációmnak, vagy azoknak, akik még a kommunista érába születtek, egy olyan történelmi bűne az akkori vezetésnek, hogy minket megfosztott attól az élmény, hogy megtapasztaljuk azt, hogy igen, ott vannak a nemzettársaink, akik a határainkon kívül élnek. 2016-ban az Erzsébet táborok programjain közel 90 ezer kárpát-medencei magyar gyermek vett részt. Tavaly ez a szám már meghaladta a 100 ezret. Az Erzsébet táborok alappillérei a magyarság és honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység. Ezek mentén szerveződnek a programok, amelyek egyrészt szórakoztatóak, másrészt pedig ismeretorientált foglalkozások. Tehát a gyermekek közösségépítés mentén juthatnak hozzá olyan élményekhez, amelyekre sok esetben nem volna lehetőségük. Egy csapat gyerek éppen az erdei számháborúból szabadult. Másodjára vagyok Erdélyben. Számomra még mindig egy nagyon szép terület. Itt az Erzsébet táborról is elmentünk nagyon szép helyekre, például a Hargita, 1801 méter magasan. Nagyon más, mint Nyíregyházán, mert Nyíregyházán kevésbé sok szép hely van azért, de itt nagyon gyönyörű. Nagyon jó volt, hogy 75 gyereket tudtunk ide elhozni, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeket. Ez az Erzsébet program véleményem szerint szenzációs program a tekintetben, hogy lehet, hogy ezek a gyerekek, hogyha nem vettek volna részt ebben a programban, akkor nem tudtak volna eljutni sehova nyaralni. Az egyhetes táborban egy percig sem unatkoztak a gyerekek. Egyik felejthetetlen kalandjuk az Ivói Vataspark volt, ahol szarvasok és őzek bűvölték el őket. Úgy foglalkoznak velünk, mint ilyen családdal, meg mindig van foglalkozás, most is volt kifestés, most is van oktatás a fűről, most is lesz számháború, és ezért akartam eljönni, hogy milyen ez itt Erdélybe. A gyermekek a táborból nem csak rengeteg élménnyel és új barátokkal, hanem az összetartozás érzésével gazdagabban térhetnek haza, ahol mesélhetnek majd Erdély csodálatos világáról szeretteiknek. Ha baj van, mindenki hozzáfordul, hamarosan megismerhetik Gyergyódi Tró gyógyítóját, Puskás doktort.